A Szeben megyei Vízakna Református Gyülekezete 5. alkalommal szervezte meg a Vízaknai Magyar Napokat. A rendezvényen felavatták az ifjúsági táborközpontot és számos vallásos, kulturális és szórakoztató programot szerveztek. 5. alkalommal rendezte meg a Vízaknai Magyar Napokat a Vízaknai Református Gyülekezet a Református Erőd templomban és annak melléktermeiben. Az eseményt első ízben 2017-ben tartották meg Bajusz Erika Petőfi Sándor program ösztöndíjas javaslatára. Béres Levente református lelkész híradónknak elmondta, idén nem csak a helyi magyar közösségnek kínáltak színes programsorozatot, hanem a környező települések magyarsága előtt is megnyitották a rendezvényt. Két naposra terveztük az idén a programsorozatot. Szombaton van a nagyobb része a programoknak, 10 órától istentisztelettel nyitottuk meg, azt követően egy festménykiállítás volt, néptánccsoport érkezett Meggyesről, a Gyöngyvirág néptánccsoport örvendeztetett meg minket, illetve még hátra van egy fórumbeszélgetés helyi régi történetekről. Délutáni blokkban pedig kosaras bál lesz, illetve kabaré és tombola és kifli, vízaknai kifli, ami helyi sajátosság. A rendezvényen teret adtak helyi fiatal tehetségeknek is. Egy kiállítás keretein belül Sipos Imola festményeit mutatták be. Hát nagyon sokat jelent nekem, mert nem hittem volna soha, hogy egyszer ki fogom őket állítani, és festeni, kicsi korom óta szoktam festeni, de egy ide után abba hagytam. Nagyon sokat ceruzával festettem, rajzoltam, és miután kijöttem a liceumból, nem még festettem egy pár évig, és most egy év után volt egy ilyen inspirációm, hogy ha kéne fessek. Hozzátette, szeret Vízaknán élni, mivel a magyar közösség nagyon összetartó. Az emberek segítik egymást. Székely Ilonka református presbiter szerint ennek ellenére nem könnyű magyarnak megmaradni a szórványban, de a magyar napokhoz hasonló események eszükbe juttatják az embereknek a közösségben rájuk háruló feladatokat. A folyamatos létszámcsökkenés, a mindennapi megélhetőség lehetősége, ami maga után vonza a fiatalok elvándorlását, hogy mire lenne szükség, ez egy jó kérdés. Valahol a választ mindenki saját magában találja meg, vagyis összetartás és az öntudat, hogy magyarnak születtem. Az esemény vasárnap Mátyás Miklós Csaba esperes által celebrált istentisztelettel és az ifjúsági táborközpont felavatásával zárult.